Kodály Zoltán alapiskolában komoly hagyománya van annak, hogy a nemzeti ünnepekről méltóképpen megemlékeznek. A gyerekeket igyekeznek nemzeti öntudatra nevelni. A március 15-i ünnepségen Ibolya Olivér igazgató felelevenítette a 48-as forradalmi eseményeket, majd a Szülői Szövetség vezetésével közösen felavatták Laborfalvi Róza egykori színésznő képét, amely az iskola arcképcsarnokát gazdagítja majd. Én a műsor szervezőjeként fontosnak tartom azt, hogy az alkalomhoz illő tánccal, énekkel, versekkel ünnepeljük közösen. A 48-as szabadságharcról és forradalomról nem csak ezzel az ünnepi műsorral készülünk, hanem történelemórákon háttérismereteket szereznek, irodalomórákon megismerik a korszak költészetét, és egy mozilátogatáson is részt vesznek iskolánk diákjai, hogy ezzel a témakörrel kapcsolatban nagyon tájékozottak legyenek. A forradalmi eseményeket a Szabó Gyula utcai közös igazgatású szakközépiskolában szintén műsorral ünnepelték, majd a diákok egy csoportja kilátogatott a sikabonyi temetőbe, ahol megkoszorúzták Sikabonyi Gálfi Ignác sírját. A szabadságharcban harcoló honvédtiszt életét Nagy Attila helytörténetkutató ismertette, Klőr Levente pedagógus pedig felidézte az akkori fontos történéseket. Bemutatták a régi olyan embereket, akik valamilyen szinten hozzájárultak ahhoz, hogy most itt lássunk és meg tudjuk ünnepelni ezt a mai napot. Kaptunk egy könyvet ezzel kapcsolatosan, ezért remélhetőleg otthon azt is átnézve több emberről fog tudomást szerezni. Tudjunk erőt meríteni ezekből, és tudjunk mire emlékezni, tudjunk mire visszagondolni. Az 1848-49-es események kapcsán Gálfi Ignác sírjánál csendes megemlékezés szervezett a Sikabony Polgári Társulás és a Bíró Márton Polgári Társulás közösen. Az eseményen részt vett Dunaszerdahely városvezetése. A jelenlévők fejet hajtottak a honvédtiszt sírjánál, és mécseseket helyeztek el ott.